lehet olyan embereket pozícióba, tisztségbe juttatni, akik kilóra akarják megvenni az embereket. Hülyének nézik önöket. Kárpátaljai magyar közösség az újabb megméretetés előtt áll, hiszen július 21-én soron kívüli parlamenti választások. Én úgy gondolom, hogy a választás tétje az nagyon nagy. Talán a megmaradás kérdése is lehet ez, hiszen nagyon fontos, hogy Kijev felé demonstráljuk azt, hogy kárpátaljai magyarok azok aktívak. Ezt leginkább úgy tehetjük meg, hogyha egy irányba szavazunk, és mindhárom körzetben támogatjuk a magyar jelölteinket. Sajnos ez a kampány igazán mocskos, beindultak a szavazatvásárlások, sok településről lehet azt hallani, hogy bizonyos jelöltek így próbálnak hatalomra jutni. Úgy gondolom, hogy ezeket el kell ítéljük, és ez ellen tennünk kell. Az pedig, hogy a választás hogyan alakul, nagyon fontos, hogy milyen arányban vesz részt a magyar lakosság, ezért itt Tiszakeresztúron, de Kárpátalja más településén is én arra bíztatok mindenkit, hogy menjünk el, vegyünk részt ezeken a választásokon, vigyünk el rokonainkat, barátainkat, mindenkit arra biztassunk, hogy ott legyünk, és szavazatunkkal pedig támogassuk magyar jelölteinket.